A reggeli az banánpalacsinta lesz, azt szavaztátok meg. Kell hozzá kókuszolaj, liszt, egy fél csomag sütőpor, egy banán, egy tojás és fahéj. Közben itt a háttérzajt azt Lili szolgáltatja a kis motorral. És akkor mindjárt mutatom, hogy hogy szoktam én ezt a banánpalacsintát csinálni. Tehát, hogyha két banánt használtok, akkor két tojást is tegyetek bele, tehát ahány banán, annyi tojás. Először is belerakom a turmixba a tojást. Kaká. A kukába dobom, bizony. Aztán egy pici kókuszsírt, vagy mi ez? Kókusz, ez kókuszolaj, de csak egy ilyen kis kanálnyi. Jó. Hoppá. Aztán jöhet bele fél csomag sütőpor, vagy hát még annyi se, egy olyan egyharmad csomag sütőpor. Egy jó érett banán, nem baj, hogyha túl érett. Cukor nem kell bele, mert a banán úgyis édes, úgyhogy cukrot egyáltalán nem szoktam belerakni. És akkor jöhet a banán, majd egy kis fahéj. És akkor ezt most összekatyaszoljuk. Jó, ha ez megvan, akkor én kanállal mindig meg szoktam nézni, hogy mennyire sűrű. Ez azért, mint láthatjátok, elég sűrű most. Úgyhogy nem is kell annyi liszt hozzá, csak egy nagyon pici. Azért szoktam lisztet rakni, hogy könnyebben meg tudjam forgatni. Ez kb. Egy másfél evőkanálnyi liszt. És akkor most kijöntöm egy tálba. Viszonylag folyósabb masszát kell kapnunk. Mert hogy ugye ez mégiscsak palacsinta, tehát nem szabad, hogy annyira sűrű legyen. Szegény serpenyő múltkor ledobta Lili, és behorpadt. És akkor ebből a banános masszában ilyen pici kis kanálnyi palacsinta szerűségeket sütünk. Na. El is készültek a palacsinták, és akkor mindjárt át mondjuk két olyat, ami előbb készült, mondani. És ezt Lilinek meg szoktam kenni, illetve hát magamnak is, joghurttal. Most ezt az eperes joghurtot használom, amúgy tök vicces, mert Lili az égvilágon egyik joghurtot sem eszi meg, csak úgy natur, csak ezt a mindennap joghurtot, ami szerintem életében nem látott se tejet, se epret, de hát hogyha ez kell neki, akkor ez kell neki. Viszont hogyha rákenem valamire, akkor megeszi a jobb minőségűt is szerencsére. Viszont most ezt kapja. Annyi. És kész. Mehetünk reggelizni. Nem sikerült most olyan egyszerűen ez a szavazás, mint eddig, ugyanis nagyon-nagyon-nagyon szoros volt, és én meg nem igazán tudtam már megvárni a végét, mert el kellett kezdenem főzni, úgyhogy most ez egy gombás, szalonnás, kolbászos, lecsós, tarhonyás pörkölt. Mert tényleg nem tudtam már megvárni, nagyon durván változott volt, amikor pont 50-50% volt az eredmény, úgyhogy nekem meg már főznem kellett, úgyhogy ez most ilyen lett. De úgy tök finom. Mert az uzsim, egy kávé, mert az nagyon rám fér, illetve egy citromos Danone joghurt.
A vacsoránál torony magasan nyerte a bundás kenyér, úgyhogy most azt fogok készíteni. Ebben már benne van a tojás, só, bors, fokhagyma, egy evőkanál tejföl és egy jó marék reszelt sajt. Ezt fogom most összekeverni, és ebbe fogom beleforgatni a szeletelt kenyeret. És hát normál olajban kisütöm, mert hát a bundás kenyeret úgy kell. Na hát majdnem elfelejtettem megmutatni nektek a bundás kenyeremet, amit eszek. Vagyis hát ezt most nem eszem, mert hogy ez a Lilié, de hogy értitek. Vége! Ennyi. Vacsora utána már nem eszik az ember általában. Bár szerintem vacsora után azért megeszünk egy-egy jégkrémet, de aztán alvás, meg hasonló esti dolgok. Elfáradtam. Hagyjuk. A lényeg az, hogy köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Találkozunk legközelebb, és sziasztok! Nem, sziasztok! De, mondom én.